Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és a csatorna történetében ez az első, amikor napi vlogolni fogok, illetve már csinálom is. Ez a második adás a megjelenő könyvben kapcsán. Itt az első nagy részről fogunk beszélni, mert három részből áll, és az első az a Wild vezetővé. A motto pedig, akkor is vezetned kell, amikor még nem követnek. Kezdjük el! Bárki lehet vezető a saját életében, de kik is a vezető? Szerintem a legjobb definíció az, hogy a vezetők azok, akiket követnek. Érdekes mondani valójuk van, tehát amit közölnek, ahogy közlik, az másokat magával ragad. Karizmatikusak, ez szinte egyértelmű, tehát az a magával ragadás, amit egy vezető személyiséget körülölel, egyértelműen olyan, hogy szívesen vagyunk körülöttük, hallgatjuk őket, és követni szeretnénk. Fogok arról beszélni a blog során, hogy mi a különbség mondjuk egy vezető pozícióban lévő ember, és a között, aki őszintén inspirál másokat, és úgy vezet, tehát követik, ahogy a mottóban is mondtam. A harmadik ismért, hogy nem csak a saját sikerük érdekli őket, hanem őszintén segíteni szeretnének másoknak is. Tehát azon túl, hogy van egy nagyon tiszta víziójuk, hogy milyen céljaik vannak és azt hogyan érik el, erre képessé tesznek másokat is, és csapatba gondolkoznak, és akkor élik meg igazán a sikert, és azt tartják alapból is sikernek, hogyha azt nem egyedül, hanem a csapatukkal érik el, és látják azt, hogy mások is sikeresek lesznek. Sok lépés van, mindent el fogok mondani, persze a könyvemben is benne van. Mindegy, hogy hol tartasz, akár a lépcsőfok legalján is, a kérdés mindig az, hogy mi a következő lépés, és hogyan juthatsz el oda. Ez érdemes minél kisebb részekre bontani, hogy tudjuk, hogy az, amit egy nagy akadálynak látunk, az hogyan ugorható át, milyen módszerek vannak, és erre igazából a legjobb hack, a legjobb trükk, hogyha amikor látunk valamit, hogy oda kéne eljutnunk, megnézzük, hogy milyen apró lépések vannak, és mi a következő, amit meg kell tenni. Ezt úgy tudod azonosítani, hogyha tiszta eltökéltség van benned, és baromi kitartó vagy. Eljöttem közben kávézni, adok 4 tippet, amivel egyből jobb vezetővé tudsz válni. Az első tipp, legyél következetes. Az emberek azokhoz szeretnek fordulni, akikben úgy érzik, hogy megbízhatnak, és szívesen fordulnak segítségért. Azokban a területekben, amik a te specialitásaid, legyél te a go-to guy, legyél te az, aki egyből az emberek eszébe jut, hogy igen, rászámíthatok, benne bízhatok, és szívesen fordulok hozzá, nem csak azért, mert tudom, hogy elvégzi az adott munkát, hanem azért is, mert jó vele együtt dolgozni, és élvezem a társaságát. És akármilyen szomorú ezt mondani, már azzal meg tudod ezt tenni, hogyha betartod azt, amit ígérsz, betartod a szabadat, és a határidőket is. Igazából ezt a kettőt megcsinálod, már kiemelkedsz a tömegből, egy ilyen világban élünk, de ha egy szinten tovább szeretnéd vinni, akkor hozzájöhet az a minőségi szint, hogy én még durvább minőségen fogom megcsinálni, mint bárki más. És ezzel egyértelműen példázott, hogy te következetes vagy, és lehet rá számítani. Most dolgozom a gépemen, és a következő 3 tippet majd így a nap folyamán még éppen, ahol vagyok, el fogom mondani. Mutass példát! Légy te magad a változás, amit látni szeretnél a világban. Szokták mondani a Dalai Láma nyomán, tényleg igaz.
Közben eljöttem egy megbeszélésre, de amíg már gondoltam, hogy belekezdek ebbe a második fő gondolatba, ami az ugye, hogy mutass példát. Szeretnéd, hogy az emberek motiváltabbak legyenek körülötted? Mutasd meg a saját motivációd. Szeretnéd, hogy egyenesebben kommunikáljatok egymással? Kezd te a párbeszédet, és mutasd meg, hogy milyen az őszinte kommunikáció. Szeretnéd, hogy beinduljon, pörögjön egy projekt? Legyél te az a katalizátor, amit másoktól is vársz. Michael Jordan csapattársai mondták rá, hogy nagyon könyörtelen és kemény. Amikor ugye 2020-ban megjelent Netflixen a The Last Dance című dokumentumfilm, ami a Chicago Bulls-nak az utolsó évadját, amikor ugye a 6. bajnoki címet nyerték meg, azt mutatta be. Michael Jordan azt mondta, hogy ez valóban így van, viszont hozzátett két dolgot. Egyrésztről sem olyat nem vár el, amit ő nem tenne meg, másrésztről, hogyha ő nem kemény a csapattársaival, akkor majd a legdurvább ellenfelek viszont azok lesznek, és például ahogy 91-ben találkoztak a Detroit Pistonszal, akik előző években szétverték őket, hogyha ő nem tenné bele azt, hogyha ő nem szivatná, hogyha ő nem menne úgy rá a csapattársaira, akkor amikor oda jutnának a playoffban vagy a döntőben, akkor elvéreznének, mert nincsenek felkészülve. És pont ez az, és pont ez a példával való vezetés, pont ez az, hogy mutassunk példát, nézd meg, hogy tudod te beépíteni ezt a saját életedbe. Na, lassan kezdődik a meetingem, úgyhogy ott nem tudok kamerázni, viszont folytatjuk, mert még mindig van 2 tipp. Hú, ez a meeting nagyon jó volt. Szeretem az ilyen inspiratív, pörgős dolgokat, amik nem csak ilyen... Hát, hogy fogalmazzak? Nem csak úgy tűzöl ki célokat, hogy nem tudod, hogy hogyan haladsz tovább, és csak nagy szavak vannak, hanem konkrét, pontos, gyakorlati, megvalósítási részek is vannak benne. És ez pont egy ilyen meeting volt, nagyon élveztem. És pont jó is a felvezetés, ugyanis a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, azok a célok. Pontosabban a célkitűzés, hogy hogyan tűz ki célokat. Triviális, de a haladás egyetlen módja a hatékony célkitűzés. Hatékonyan pedig úgy tudunk tervezni, hogyha az előttünk álló feladatot olyan apró darabokra szedjük szét, amennyire csak tudjuk. Ugye ezt már a bevezetőben is mondtam, hogy ha van előttünk egy feladat, és ha úgy is érezzük akár, hogy nagyon könnyű megcsinálni, vagy lehetetlen küldetésnek, egy ilyen Mission Impossible-nek gondoljuk, akkor is nézzük meg, hogy tudjuk apró, kicsi lépésekre szétbontani, és mindig legyen meg, hogy mi a következő lépés. Amúgy ez a GTD-nek, a Getting Things Done-nak az alapelve, egyik vlogban majd fogok erről mesélni, meg külön fejezet van erről a könyvemben. Persze akadályokba ütközhetünk, hogy ilyenkor mit kell tenni, mindjárt mondom, de először induljunk el. Pedig valami akadály jön, akkor is csináld, csináld, csináld. Csináld addig, amíg össze nem jön. Tanulj, vondd le a következtetéseket, és haladj tovább. Ahogy most én is haladok, lesz egy másik találkozóm, és jön a 4. tipp. Állj pozitívan a dolgokhoz. A pozitív rezgésű emberekre egyszerűen jobban reagálunk, szívesebben figyelünk rájuk. Egyszerű. Az egy dolog, hogy te magad egy szerethetőbb emberré válsz, és jobban érzed magad a bőrödben, de mások is szívesebben töltenek veled időt, és segítenek neked a saját céljaidnak az elérésében. Van egy nagyon jó hekje annak, hogy pozitívak legyünk, éppen hazaérek, leülök a gép elé, és ott a záró gondolatokban el is mondom, hogy mi az a trükk. Szóval a pozitív hangulatodnak a hekje egy király reggeli rutin.
egyszerűen hangzik, de sokkal nehezebb, mint gondolnád. Lesz csak a reggeli rutinjaimról egy külön vlog, ahol bemutatom, hogy én miket hogy csinálok, hogy legyen egy ilyen betekintésed, de a könyvemben is egy külön fejezet szól arról, hogy hogyan lehet inspirálódni, merre induljunk el, milyen olyan források vannak, amikből tanulhatunk más sikeres emberektől, hogy hogyan indítják be a napoknak az első 30-60 percét, de erről majd úgyis ott fogok beszélni. Most nem maradt más, mint hogy elköszönjek, hogyha végignézted a vlogot, akkor köszönöm szépen. A leírásban benne van a link arra, hogy elő tud rendelni a könyvemet, hogyha szeretnéd, valamint vannak a könyvhöz kapcsolódó képzéseim, ezek digitális képzések, ahhoz képest, mint hogyha egy személyes konzultáció vagy egy személyes képzésen vennél részt, a töredék árán van. Valamint, hogyha most találkoztunk először is, mert most napi vlogolok kőkeményen, és érdekelnek ezek a témák, szeretnél betekintést kapni abba, hogy épül fel a könyv, kvázi egy ilyen teaser és egy könnyebben emészhető videós formátumban, akkor mindenféleképpen iratkozzál fel, hiszen most minden nap jövök ki vlogokkal. Gyere át Instára, kövess be, mert a könyvekből részleteket minden nap. Minden napot egy inspiratív gondolattal kezdek, valamint délután egy éppen aktuális pörgő dologról fogok kirakni valamilyen sztorit. Remélem találkozunk még, és hogy tetszett ez a rész, kommentbe írd meg a gondolataidat. Köszi, hogy itt voltál. Szia!